A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A rövid hír, hogy Tiszt Henriket, az Albabástya Család és Gyermekjóléti Központ vezetőjét választották a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének élére. Az intézmény vezető, mint tudjuk, korábban sikeresen koordinálta az Egyesület Közép-Dunántúl és csoportját, illetve régióját, most pedig elnökként várnak rád komoly feladatok, nagyon komoly feladatok, tisztelettel köszöntelek. Köszönöm. És gratulálok mindannyiunk nevében. Legyen a bevezető, hogy hiszek abban, hogy mindenki többre képes, mint azt gondolja, fontosnak tartom, hogy mindenki elhiggye magáról. Azt hiszem, hogy ez előszónak is nagyon jó gondolat, mégpedig azért, mert ahogy itt előzetesen beszéltünk, hogy 21. században ebben a felgyorsult világban soha nem volt nagyobb szükség arra, mint hogy a családok és a gyermekek jó létét koordináljuk, segítsük. No, ennek tükrében kérdezlek a hivatásválasztásodról, hiszen én azt mondom, hogy jószerűvel mindent eldönt. Azt gondolom, hogy igen, most már több egyszerre mondom el a hivatásválasztásomon azt a gyerekkori történetemet, ami szerintem így utólag visszagondolva alapvetően meghatározott nagyon sok mindent. Itt Fehérváron nőttem fel, az Ősz utcában. Egy ilyen 17-es panelban laktunk a szüleimmel, meg a testvéremmel négyen, és lenne a játszótérre játszottam, és akkor szóba legyettem egy idősebb úrral. 90-es évek elejét írtuk, ma azt mondanám rá, hogy egy hajléktalannal egyébként, így nyilván a szakmai tudással, meg a mai szókincsel. És én ezt az úrra beszélgettem egy picit, és hazavittem, hogy tudunk-e neki valamit segíteni. Aztán egy kabáttal távozott tőlünk ez úriember. Én azt gondolom, hogy tudtunk neki segíteni, aztán otthon egy kisebb riadalmat keltettem ezzel a fajta magatartásommal, vagy ezzel a dologgal. Tehát ezt tudnám én mondani egy ilyen alfájának az én segítő hivatásomnak. Nagyon-nagyon hamar világossá vált az, hogy nekem a humán terület, tehát az emberekkel való foglalkozás az, ami talán jó vagyok, meg ami örömet ad, amit szívesen csinálok. És ez először úgy indult el, hogy a vendéglátás irányába terelt engem, illetve a család terelt engem, és hát nagyon hamar kiderült, hogy ennél egy picit másabb területre kell, hogy én vállalkozzak. És akkor a vendéglátói középfokú végzettség után, tehát középiskola után Veszprémbe, a hittudományi főiskolára mentem szociális munkát hallgatni, és azt mondom, hogy ott az első. Tehát ez volt az omegája a történetnek. Igen. De az nyilvánvaló, hogy az első időszak, és neked kellett, hogy részed legyen benne, hiszen ahogy a hajléktalanságot említetted, nyilván az volt az első időszak, amikor megjelentek hazánkban is a hajléktalanok, megalakultak a szociális gondozó testületek, hajléktalan szállók és így tovább, de emellett akkor került különleges figyelembe az idős gondozás is. Tehát ez a kettőség nyilván meghatározta a szakmai pályafutásod elejét. Abszolút. Abszolút meghatározta egyébként ugye én abban az intézményben kezdtem el dolgozni, első munkahelyként, gyakornokként, ahol most is vezetőként tevékenykedem, és akkoriban még volt egy nagyon erős idősellátási divíziója ennek az intézménynek, és nagyon sokat dolgoztam egyébként ott a házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, és nagyon fontos szelete volt akkor például az intézményünk feladatellátásának ez. Igen, mert hogy jött egy olyan időszak, amikor a gazdaság romokban hevert, és nyilvánvaló, hogy akkor elindult egy olyan folyamat, hogy az időseket kiemelt figyelem illeti, mégpedig azért, mert hogy egyre több munkanélküli lett, egyre több hajléktalan lett, egyre több magányos időskorú ember, akiknek az életét nyilván hozzá kellett tenni, hogy egyáltalán megéljék azt. Emlékszem egyébként, akkor az idősellátásból gyermekjólétbe
kezdtem el középvezetőként dolgozni az intézményben, és ez a 2008-as recessziós időszak, 9 végére, 2010 elejére éreztük, hogy az ügyfélkörben is érezhető volt. Egyrészt egy kicsit több lett, tehát hogy többen fordultak hozzánk, másrészt a problémáknak a súlyozása is nagyon, nagyon sokat változott. Én azt gondolom, hogy talán akkor ez a bevezető, amit mondtál, ez is talán akkor kristályosodott le bennem, meg az is, hogy a szükségletekre való reagálás az őrületesen fontos ebben a szakmában. Tehát azt hiszem, hogy talán akkor képeződött le bennem igazán ez a mondat, meg ennek a súlya, hogy mennyire fontos az, hogy a szükségletekre tudjunk reagálni. Akkor éltem meg én szakemberként először azt, hogy a társadalmi gazdasági változásokhoz képest milyen gyorsan reagál egyébként, vagy milyen gyorsan kell, hogy reagáljon az ellátórendszer ahhoz, hogy jól tudjunk segíteni. Nyilván itt Székesfehérváron azért, mint tudjuk, minden más, mert én azt hiszem, a városvezetés az első pillanattól kezdve, tekintve, hogy az elsők egyike volt például a hajléktalan szálló Székesfehérváron, Szekszárd és Budapest mellett, tehát ez nagyon-nagyon fontos lépcsőfokok. Ugyanakkor a városvezetés mindig kiemelt figyelmet fordított a kisgyermekes családok segítésére és az időskorúakra. Hiszen aki ereje teljében van és lehetősége nyílik, hogy dolgozzon, már pedig Fehérváron mindig volt erre lehetőség, az talán, mondom én, kevésbé szorul rá az albabástya segítségére, ugyanakkor szélesre nyílt az olló. Ezen miként tudtatok úrrá lenni, hiszen ez egy folyamat. Tehát nem, soha nem adhok alapon kell a pillanatnyi állapotot tekinteni, hanem egy folyamat részeként. Így van. Abszolút vissza jeleznék erre. A városvezetésnek, meg a városnak a segítsége, a támogatás az mindig is az albabástya mögött volt, és azt gondolom, nem is tudnánk egyébként hatékonyan segíteni enélkül, hogy egyrészt ezt nagyon köszönöm, másrészt meg ezt teszi lehetővé, azt gondolom, hogy mi is folyamatokba gondolkodjunk. Tehát egy-egy projektet, hogyha elindítunk, vagy egy-egy akár változást látunk az ügyfélkörbe, problémakörökbe, akkor arra tudunk reagálni, akár egy hosszú távú program is. Erre mondjuk egy jó példaként szoktam felhozni az óvodaiskolai szociális segítést. Az óvodaiskolai segítés az országosan egy jogszabály erejénél fogva kötelező feladatként látjuk el 2018. szeptembere óta. De előtte is már másfél-két évvel be tudtunk indítani egy szükségletfelmérést, egy igényfelmérést, néhány kollégát felvéve, nyilván saját önkormányzati forrásból, elindítva azokat a folyamatokat, amik szükségesek voltak ahhoz, hogy amikor ellövik azt a startpisztolyt, akkor tudjunk mi egy kicsit jobb helyzetből indulni, illetve hogy tisztában legyünk mindenre. Tehát ez is azt gondolom, hogy egy nagyon fontos része volt annak, hogy tényleg egy folyamatként tudtuk ezt a szakmai szolgáltatást mondjuk például bevezetni. De tényleg csak egy példa, de ezen azt gondolom, hogy nagyon jól érzékeltethető. Mennyire változott a szakma? Hiszen nagyon is fontos, hogy aki ezt a hivatást választja, és most ne is nevezzük szakmának immáron, hanem hivatásnak, mert ehhez az kell, hogy mélységekben gondolkodjon az ember, betekinthessen egy másik család, egy fiatal vagy éppenséggel egy időskorú életébe. Mennyit kellett változnia? Mennyit változtál te, hiszen a mélységeket kutatod ebben az értelemben? Azt gondolom, hogy változott nagyon sokat a szakma, ugyanúgy, ahogy a társadalmi gazdasági folyamatok változnak, változnia kell a szakmának is, nyilván le kell követnie, és szerintem nagyon sokat változunk benne, én is nagyon sokat változtam, meg szerintem a szakemberek is nagyon sokat változnak benne. Tehát úgy, ahogy mondjuk visszagondolok, hogy 2007-ben, 2008-ban a családsegítőben hogyan dolgoztunk, akkor éppen az akkori szükségleteknek, meg igényeknek megfelelő munkavégzéssel az már nagyon felgyorsult, az már nagyon megváltozott, az már nagyon más lett. Úgyhogy azt gondolom, hogy jelentősen változott a szakma ilyen tekintetben. Számos etikai kérdés merül fel nyilvánvaló. Viszont az empátia és a hitelesség azt hiszem elengedhetetlen, ez kézenfogva jár. Igen. És pontosan ennek tükrében kérdezlek arról, hogy itt Székesfehérváron hogy állunk? Hogy álltunk? Ugye arról esett szó, hogy az önkormányzat teljes mellszélességgel támogatja az albabástya munkáját. Ugyanakkor a hitelességet úgy lehet megtartani, hogy egy olyan szakmai csapat dolgozik napról napra, akiknek ez mindenek feletti. Igen. Ezen nagyon sokat dolgozunk. Nekem is hozzátartozik a hitelességhez az, hogy egy nagyon nyitott és egy nagyon-nagyon jó szakmai gárda dolgozzon nálunk. Ezért küzdünk, azt gondolom, nap mint nap, hogy egyrészt megtartsuk azokat a jó szakembereket, akik nálunk dolgoznak, illetve tudjunk még fölvenni olyanokat, akik,
akik esetleg most szakmát váltanának, vagy keresgének. Emellett az empátia nagyon fontos, tehát nagyon fontosnak tartom, hogy nyitott, empatikus légkör legyen, és hát a harmadikként tényleg a szaktudást mondanám, amit egy picit említettem már a hitelesség mellett, és hogyha ez a hármas megvan, akkor azt gondolom, hogy tudunk jól működni. Családközpontúnak azt tud igazán lenni, mondják, és egyszer te is arról beszéltél, hogy megerősített a szakmai munkádban is az, hogy az édesapaság, hogy megtapasztaltad, hogy milyen felelősséggel jár családapának lenni. Igen, abszolút, egyébként nagyon-nagyon jól tudta aláhúzni azt gondolom azt az időszakot, amikor én is édesapává váltam, és a két gyermekemnek otthon is megtapasztalva a megszületéstől kezdve egészen most már ugye a többedik iskola kezdésig. Nagyon sokat tudott ez, azt gondolom, segíteni, főleg a hitelességben egyébként, mert azt gondolom, hogy az empátia meg a szakmaiság az a hitelesség együtt nagyon szépen ki tud egészülni. Hát akkor, amikor megszületett a döntés, hogy ne csak itt Székesfehérváron, illetve Fejér megyében dolgozz, hanem Komárom, Esztergom és Veszprém megye, ami bizonyos értelemben nehézséget okoz, ugyanakkor én azt mondom, hogy ez a másik két megy, ez hasonló cipőben jár, mint mi, tehát nem olyan jellegű változásokat kellett a szakmai munkádban is megélned és létrehoznod, ami teljesen más, mint amit Székesfehérváron te megtapasztaltál. Ugyanakkor mennyire sikerült beleágyazódnod a három megye vezetésébe? Azt mondom, hogy a régiós munkának van egy óriási nehézsége, ez, amit említettél, hogy ugye azért ez egy nagy területi egység, nagyon nehéz beágyazódni egyébként, és viszont megvan az óriási előny, hogy nagyon-nagyon sok tapasztalatot lehet meríteni belőle. És azt gondolom, hogy ez sikerült a régiós munkában, hogy nagyon sok tapasztalatot, információt lehetett nyerni ebből, ami azt gondolom, hogy segítség volt itt nekünk is helyben, meg én valahogy az országos munkától és az országos elnöki pozíciótól is várom egy kicsit ezt, hogy Zalbabástya központnak, Fehérvárnak tudok hozni új információkat, esetleg új módszereket, vagy új gyakorlatokat, olyan kreatív megoldásokat, ami mondjuk esetleg egy akár nagyobb, akár kisebb városban már jól bevált vagy működik. Azt tapasztaltam egyébként, hogy nagyon hasonló tendenciák tudnak lenni az országban, akár a más nagy megyei jogú városokban, akár Budapesten, ami hol előbb, hol később, melyik, hol. Van olyan tendencia, érdekes mondom, ami előbb nálunk jelentkezik, van olyan tendencia, amivel találkoztam, ami előbb mondjuk a fővárosban, vagy más nagyobb megyei jogú városban indult el, és azt gondolom, hogy ez meg óriási előnyt tud jelenteni, hogyha fel tudunk készülni itt is arra az adott változásra, amit majd meg kell lépnünk egy picivel előbb, egy-két hónappal, akár mondjuk fél évvel előbb. A gyermekjóléti szolgáltatás szabályrendszere, törvényi háttere az nyilván egységes az egész országban. Ugyanakkor korán sem mindegy, hogy egy városban, vagy ahogy most a területi egységet nézzük itt Fejér megyét, vagy a további 11 településen mi történik. Hogy lehet arra felkészülni, hogy egészen más gondok gyötrik a családot egy kicsi településen, egy falvacskában, mint Székesfehérváron? Hát azt gondolom, hogy ennek a legfontosabb része az észlelési jelzőrendszeri munkában rejlik. Nekünk is, mint központnak, de a szolgálatoknak is észlelő és jelzőrendszeri feladatokat kell ellátni, és azt gondolom, hogy nagyon jó a felvetés, mert teljesen más az, amit egy Székesfehérvár szintű nagyvárosba kell csinálnunk, és kell dolgoznunk az észlelő és jelzőrendszerét, kell érteni minden olyan szakembert, aki a gyermekekkel kapcsolatba kerül, védőnőket, pedagógusokat, óvodai dolgozókat, hatósági szerepben dolgozókat, tényleg mindenkit, aki a gyermekekkel kapcsolatos szakmai feladatellátásban dolgozik. És nagyon más feladatok vannak egy kis településen, mint itt mondjuk Fehérváron. Tehát nagyon, nagyon máshova kell tenni a fókuszt, meg a hangsúlyt, és szerintem ezen múlik egyébként az, hogy az észlelési jelzőrendszeri munkát kell nagyon-nagyon jól súlyozni. Én hozzá szoktam tenni mindig azt, hogy az észlelési jelzőrendszeri munka egy olyan munka, amit elkezdeni lehet, meg kell is, befejezni meg sose fogjuk. Tehát, hogy ez egy ilyen, azt gondolom, hogy egy örökké tartó, fontos folyamat, hogy az észlelési jelzőrendszert mindig gondozzuk, mindig tájékoztassuk a szakembereket, akik gyermekekkel találkoznak, mindig informáljuk őket, mindig legyünk elérhetőek, mindig valami kicsi újat próbáljunk meg nyújtani ahhoz, hogy fenntartsuk ezt az információs
Nézd, hogy mindig azt érezze minden gyermekkel kapcsolatban körülő szakember, hogy ő tudja, hova kell fordulni, tudja, mikor kell hozzánk fordulni, nyugodtan merjen kérdezni. Ide tartozik ugye a hitelesség, nyitottság, empátia is, hogy meglegyen a részünk, és azon mekkor tud jól működni. Nyilván nagyon másképp kell azt gondolom hozzányúlni egy olyan jelzőrendszerhez, mint például a Fehérvári, ami sokkal többszörös, tényleg akár százszoros nagyságrendje egy kisebb településének. Az empátia, illetve a megelőzés a kulcs szó az empátia mellett. Hiszen ha belegondolunk, akkor a testi, érzelmi, lelki fejlődés záloga mindenképpen nem feltétlenül a jólét, hanem az a családi környezet, ami egy gyermeket körülvesz. Erre tudtok ügyelni, figyelni? Azt gondolom, hogy megpróbálunk nagyon nagy hangsúlyt fektetni a megelőzésre. Tehát a prevenció egy nagyon fontos szakmai szelete a munkánknak. Én azt gondolom, hogy ez is egy olyan feladat egyébként, ami nem lehet elég energiát fektetni, de azt gondolom, hogy főleg az óvodaiskolai segítéssel van lehetőségünk arra, hogy a prevenciós szakmai divíziónk az erősödött nagyon sokat az elmúlt években, ezt nem erősíteni kell még. Amikor a veszélyeztetettség tetten érhető, akkor nyilván egészen más feladatok hárulnak a családsegítőre, illetve a szolgálatra. Melyek ezek? Egyáltalán milyen gyakori mostanság? Hiszen nyilván ez tapasztalati tény, hogy olyan nincs, hogy szerető családban nő fel minden egyes gyermek. Mi ilyenkor a teendő? Itt, amit én kiemelnék, az a legfontosabb, egy picit visszacsatolva megint a jelzőrendszeri feladat ellátáshoz, hogyha valaki olyan helyzetet tapasztal, legyen akár szakemberként, magánemberként, szomszédként, bárhol, ahol egy gyerkőc veszélybe lehet, akár egy bántalmazás miatt, akár szükséget szenved valamiben, akár egy elhanyagolás miatt, akkor jelezzen felénk mindenképpen. Azt gondolom, talán ez a legfontosabb, amit ebbe a kontextusban én ki tudnék emelni, vagy szerintem amit ki kell emelni. Ez egy nehéz területe egyébként a munkánknak. A központ szakmai egységünkben az esetmenedzserek dolgoznak azokon a feladatokon, amikor hatósági gyermekvédelmi intézkedések kellenek. Tehát amikor olyan veszélyeztetettség alakult ki, olyan probléma van, ami miatt már egy hatóságot kellett bevonni, egy hatósági intézkedést kellett tenni, nem pedig önkéntesen van velünk kapcsolatban valaki. Tehát így tudnám talán egy picit még elkülöníteni is a két feladatellátást. A törvények meghatározóak nyilván ebben a kérdéskörben is. Elegendő támpontot adnak ahhoz, hogy egy-egy krízis helyzetet megoldjatok? Én azt gondolom, igen. Milyenek a magyar törvények akkor? A gyermekvédelmi törvény. Kellően szigorúak? Én azt gondolom, hogy a gyermekvédelmi törvény, a 97-es gyermekvédelmi törvény alapvetően nagyon részletes, jól szabályozott törvény volt, és ennek 2015 végén, 2016. január 1-től van egy módosítása, ami egyébként a korábbi családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási, illetve központi feladatellátási struktúrát váltotta erre, amiről most is beszéltem, ugye ez a család és gyermekjóléti szolgálat, illetve család és gyermekjóléti központ struktúrára, és hát ennek most már jó néhányadik évét ben dolgozunk. Én azt gondolom, hogy ez nagyon sok új dologgal ki tudott egészülni az elmúlt időszakban, ki tudott egészülni az óvodaiskolai segítéssel, ki tudott most egészülni egyébként egy új szolgáltatás elemmel itt nálunk Székesfehérváron, Fejér megyében és a fogyatékosságügyi tanácsadással. Tehát egy részletesen szabályozott struktúrája van egyébként, én azt gondolom, a gyermekvédelemnek. No, megérkeztünk az országos elnökséghez. Milyen gondolatokkal fogadtad a felkérést, hiszen ebben az esetben megmaradt a helyi munka, nyilván megmaradt a kistérségekkel együtt, megmaradt a közép-dunántúli Komárom-Esztergom, Veszprém, Fejér, és emellett pedig az egész országra kell figyelemmel lenned, olyan szakmaisággal, ami azt hiszem, hogy egy óriási kihívás. Azt gondolom én is egy óriási kihívás. Hát nagyon nagy örömmel és hálával fogadtam, azért azt gondolom, ez hozzátartozik. Egy jelölést kaptam én, tehát nem feltétlen volt az én fejemben, vagy az én szakmai életutamban, hogy én az elnöke szeretnék lenni ennek a szervezetnek. Nagyon régóta dolgozom ebben a szervezetben, párhuzamosan a fehérvári munkámmal, és alapvetően lokálpatrióta fehérváriként én nagyon fontosnak tartom az Albabástyát, Fehérvárat, nekem ez a szakmaiságomnak a nagyobb részét ezt teszi ki, és most úgy érzem, hogy megtalált ez a feladat, hogy a szakmaiságom másik részét az pedig az országos feladatellátásba kell egy picit most áthelyeznem, és ezzel az elnök
elnöki pozícióval pedig azt gondolom, hogy lehetőségem nyílik arra tényleg, hogy országos kitekintésekben gondolkodva, akár kutatásokba, akár szakmai anyagoknak készítésébe, véleményezésébe tudjak úgy részt venni, hogy tényleg az egész országra látok rá szakmai. Ez nagyon izgalmasan hangzik, és azt gondolom, hogy egy óriási felelősség és nagy nehézség is. Ennek a szervezetnek azt gondolom, talán a brandje, vagy a legnagyobb vívmánya az egy országos konferencia. Egy háromnapos országos konferenciája van a Magyar Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálatok Országos Egyesületének, amit már több mint 30 éve megszervez. És azt gondolom, hogy az együttműködés van mindig ennek a konferenciának a fókuszában, és talán ezt tartom egy fontos feladatomnak, vagy feladatunknak az új elnökséggel, hogy ezt tudjuk továbbvinni, hogy ez a konferencia megvalósuljon, itt 300-400 szakember eljön minden egyes napra, tehát ez akár ennél jóval nagyobb szám is, aki ezt a konferenciát látogatja, és ennek a hasznát pedig én azt gondolom, hogy túlzás nélkül több ezer, vagy akár 10 000 számba is lehet mérni az, hogy hány szakember tud ebből profitálni. Úgyhogy nagyon fontos dolognak tartanám ennek a megtartását, illetve az Egyesületben szerintem az még egy óriási felelősség az új elnökségnek nekünk, hogy az elmúlt 3 évtizedet az előző vezetés, az alapító elnök adta át nekünk, tehát egy nagyon egységes, nagyon állandó vezetése volt, és nagyon az együttműködésre épült. Én nagyon szeretném ezt megtartani, remélem, hogy meg tudjuk tartani mi is, egy nagyon együttműködő szakmai munkát valósítottak meg, illetve azt gondolom, hogy számomra is, és jó néhány szakember számára ilyen biztos pont tudott lenni ez az Egyesület nagyon sok esetben az elmúlt években. Én mondjuk egy nagyjából másfél évtizedről tudok beszélni, amit szakemberként megértem, a többit meg ugye a kollégáknak az elbeszéléséből, de nagyjából ilyen tervekkel a fejünkbe gondolkodunk az új elnökségben. Kimondhatjuk, hogy ez bizalmi kérdés. Szakmai természetesen, de bizalmi kérdés is. Hát azt gondolom, inkább szakmai, de részben természetesen bizalmi is. Mi lesz az elsődleges, mi volt az elsődleges feladatod? Hiszen régi ismeretségről van szó. Igen. És nyilvánvaló, hogy a szakma tudja, hogy mit várhat tőled egyik oldalról továbbvinni mindazt, amit az elődök, illetve az elnökség eddig meghatározott, és amely bevált, ha úgy tetszik, a Magyarország területén teljes egészében. Vannak-e olyan új elképzeléseid, amit szeretnél majd megbevezetni, hiszen azt tudjuk, hogy az Egyesület munkája ez jó részt ugye online térben így zajlik, van, így van. És hát ezt tovább kell vinni mindenképpen. Abszolút, az első dolgomnak azt tekintem, vagy azt szeretném, hogy az elnökséget, 11 tagú egyébként az elnökség, tehát egy elnök, két alelnök, egy független tag, illetve a régióknak a delegátjaiból áll össze ez az elnökség, tehát nagyon-nagyon jó reprezentatív szakmai véleményeket tud megfogalmazni az elnökség szerintem országosan. Én szeretnék ilyen online elnökségi ülésen egy ilyen alakuló elnökségi ülést tartani, ahol nagyon sok olyan tag van, akivel régóta együtt dolgozom, több olyan tag van, akivel most fogok először együtt dolgozni, tehát egy ilyen azt gondolom, hogy alakuló szakmai perspektíva kijelölő alkalmat szeretnék, illetve utána pedig nyilván az, amit említettem, ez az országos konferencia, ez mindig ősszel van, tehát az októberi időszakban kell ezt megvalósítanunk, úgyhogy azt gondolom, hogy a következő nagy falat vagy feladat az pedig az lesz, hogy ez a konferencia ez meg tudjon valósulni úgy, ahogy az előző 30 évben. Igen, hát azt tulajdonképpen azt szerettem volna kérdezni, hogy mit kívánjak ennek a szakmai csapatnak, ugyanakkor én azt gondolom, hogy lesz dolgotok bőven tekintve, hogy ez a gazdasági válság mindenképpen rányomja a bélyegét a családok életére is. És hát én kívánom, hogy birkózzatok meg vele, mert ennél fontosabb a jelenben azt hiszem, hogy nincsen. Köszönjük szépen. Mindent meg fogunk tenni. Tehát jó munkát, erőt, egészséget kívánok hozzá, és sok-sok szakmaiságot lesz dolgotok bőven, nincs kétségem felőle. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és még egyszer minden Székesfehérvár, és azt hiszem az egész ország valamennyi családsegítésre szoruló szakembere, illetve családja nevében gratulálok. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, Tiszt Henrik volt a vendégem. Én azt gondolom, hogy a gyermekjólét, illetve a családközpontúság ma is nagyon fontos hazánkban, és ennek tükrében örülhetünk annak a választásnak, hogy az Országos Szövetség elnökévé választották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.